Ez a Future Park, ez egy japán fejlesztés. Egy fantasztikus műemléképületben kaptunk helyet, és ezt tudtuk bevenni, és olyan játékokat idehozni, amelyek még nem voltak láthatók eddig Európában. Biztos ti is sokszor tapasztaljátok azt, hogy a gyerekek a kis telefonjukban, anyukájuk telefonjában, vagy a különböző táblagépekben bele vannak borulva, és egyedül élik meg azokat az élményeket, amelyeket még a mi gyerekkorainkban közösen, egy csoportos élményként szereztünk meg. És az a kiállítás nem szeretné a tudományos dolgokat, az újszerű dolgokat elvenni a gyerekektől, hiszen az, hogy a világ megy előre, és vannak ilyen szuper innovációk, az nagyon-nagyon jó dolog. Viszont szeretné azt, hogyha ezeket egy társas élményé tudnánk avanzsálni. Ugye a gyerekek például az Igoló iskolát egy digitális kijelzőn tudják nálunk játszani, úgy, ahogy mi még zsírkrétával felrajzoltuk az aszfaltra, ugyanúgy végig tudnak menni egy pályán, de már ez a pálya hangokat ad ki, ez a pálya folyamatosan változik, érintőképernyővel a kis tappancsaik alapján. És igazából ez a jellemző mind a 8 játékra, hogy a tudomány, a művészet, a kreativitás ötvöződik benne. Mondd el, mit tetszett neked a legjobban? Minden! Melyik tetszett a legjobb? Minden! A gyerekek eljönnek, kiválasztanak egy növényt vagy egy állatot, kiszínezik tetszőlegesen, majd pedig ugye ez az állatka, ez a növény tud életre kelni itt a különböző terekbe. Amikor a kollégáim segítenek és beszkennelődnek ezek a rajzok, mindenki elkezdi keresni, hogy hol van a sajátja. A 6-7 év fölötti korosztály, aki nagyon-nagyon szereti, sokszor a szülők is elidőznek, hiszen itt egy terepasztalon faházikóval, fafelhővel lehet kirakni azt a várost, amelynek megépítjük a közúthálózatát, a vasúthálózatát, a légi folyosóit. Tapasztalatok szerint a gyerekek villámgyorsan rájönnek arra, hogy az egyes játékok hogyan működnek. Lehet látni azt, amikor a szülőknek, meg a nagymamáknak, nagypapáknak magyarázzák, hogy mama, akkor ez most úgy van, és akkor gyere, üljünk le, és csináljuk ezt, csináljuk azt. Én kiengedem. Szabadulj ki, helikopter! Itt jön. De ne! Egymáshoz érnek ezek a labdák, hogy folyamatosan változtatják a színüket és a zenéjüket. Micsoda? A labdát. Szeretnéd? Igen. És mit csinálsz velük otthon? Széttöröd a lakást a labdával, nem? A legideálisabb az 5-6 éves kor fölöttieknek, de 3 év fölött már abszolút élvezhető, 3 éves kor alatt pedig a belépés ingyenes. És lehet, hogy ez még egy hangyányival nagyobb gyerekeknek való szerintem. Tehát ez a 3 éves korosztálynak izgalmas, de talán még nem tudják annyira kihasználni, ugye? De a jó hír, hogy így elfáradnak, és ezt az anyák nagyon szeretik.